Mi történt Trianonban? 1920. június 4-én aláírták az akkori világrend halálos ítéletét. A Trianonban elindított folyamatok máig hatnak, alakítják sorsunkat. A versailles-i békediktátummal a halál kultúrája indította el az emberiséget egy új világrend, a nemzetek nélküli világállam létrehozása felé. Van egy államok feletti hatalom, az készített elő a háborút. Tudjuk, hogy van egy tanított és egy elhallgatott történelem. Az eltitkolt történelem annak az államok feletti titkos elitnek a története, amely valójában meghatározza a dokumentált történéseket. A tudatosan eltitkolt történelem megismerése más értelmet adhat a világban jelenlegi zajló folyamatoknak. A történelem kutatásának egyes területei ma is tiltva vannak. A globális hatalmi elit, amely ma egyértelműen a világ legnagyobb hatalmú közössége, valójában már a 19. század végén arra törekedett, hogy egy központból irányított, egypólusú új világrendet hozzon létre. Egy olyan világpénzuralmi rendszert, amelyben a pénzrendszer segítségével uralkodik a politikai rendszerek felett. Ha fiaim nem akarnának háborúkat, akkor sohasem lenne, mondta Gutelle Schnapper, Mayer Amser Rothschild felesége. A elit tudósait arra kérték föl, hogy mondják meg, hogy a leggyorsabban egy világméretű változást hogy lehet elérni. És ezek nagyon komoly munkát végezték, és letették az asztalra, hogy ahhoz, hogy világszinten egy új világrendet lehessen bevezetni, az egy nagy háborúra van szükség, mert a háború teszi lehetővé, hogy mindent eltakarítsanak az újból, és egy teljesen új világrendet hozzanak létre. Bizonyítani tudjuk, hogy egy Londonban működő titkos elit, egy kvázi titkos világkormány két évtizeden át készítette elő az első világháborút. Ebben az időben már a hagyományos történelmi földbirtokos arisztokrácia összeházasodott és teljesen integrálódott azzal a pénzuralmi bankár dinasztiával, amely átvette Nagy-Britanniának a pénzrendszerét már a 17. században, amikor létrehozta a Bank of Englandet, és áttért arra, hogy ne az állam bocsássa ki a pénzt, hanem ő bocsátja ki a pénzt, és adja hitelbe az államnak természetesen kamatért. Nem érdekel, hogy milyen bábot helyeznek Anglia trónjára. Az az ember, aki ellenőrzi Nagy-Británia pénzellátását, az uralja a brit birodalmat. És a pénzellátást én ellenőrzöm. Nathan Mayer Rothschild bár. Létrejön az a pénzrendszer, ahol magántulajdonba kerül a pénz kibocsátása, magántulajdon a hitelrendszer, a kamatszabályozás, vagyis mind azok a alapvető tulajdonságok, amelyek ma is jellemzik a világot, azok már mind a helyükön voltak. A brit világbirodalmon belül működött külön államjellegű, bár államjellegét letagadták, a korona birodalom. A City egy teljesen különálló gazdasági, pénzügyi vállalkozás. Pontosabban egy 2,7 négyzetkilométer alapterületű szuverén állam, önálló jogi személyiség, London területén belül. A City
a nemzetközi pénzhatalom Vatikánja, a City, a korona néven ismert világméretű pénzkartel székhelye. Az államok feletti hatalom Londonban működő titkos kormánya, amelynek a tagjait ma se nem nevezik meg, de itt most én megnevezem. Vezetője Alfred Milner volt, tagjai William Stead, Lord Asher, Lord Nathaniel Rothschild, és a Velszi herceg, a későbbi 7. Edward brit uralkodó. A brit parlament és a brit kormány felett álló titkos szervezet létrejöttére vonatkozó tényeket egy amerikai történész, Carol Quigley tárta fel. Quigley maga is az államok feletti hatalom bizalmi emberének számított, és ezért kutathatott a rejtett magánarchívumokban is. Feltárta dokumentálva több évi kutatómunkájának az eredményeként, hogy igenis létezik egy ilyen államok feletti pénzhatalom, a szupergazdag nemzetközi bankárokból áll. Carol Quigley tárta fel, hogy Cecil Rhodes alapította és finanszírozta azt a kiválasztott csoportot, amelynek feladata volt titokban ellenőrizni a brit világbirodalom gyarmati politikáját és külpolitikai stratégiáját. Működésüknek alapelve a titkosság, valamint annak megértése volt, hogy a tényleges hatalom lényegesen fontosabb, mint a hatalom látszata. Ebben az időben a Rothschild bankház már nemzetközi pénzügyi hálózatot működtetett. Az alapító Rothschild bankárnak, Meyer Amstel Rothschildnak 5 gyereke volt. Az első szülött maradt Frankfurtban, a második szülött Nathan ment Londonba, utána a következő James ment Párizsba, Solomon ment Bécsbe, és Kálmán vagy Coleman Nápolyba. Ez önmagában már egy nemzetközi pénzhálózatot jelentett. Lord Nathaniel Rothschild kezdettől fogva részt vett Cecil Rhodes vállalkozásaiban és az általa alapított titkos társaságban is. Ennek az államok feletti titkos társaságnak lett a vezetője Alfred Milner, aki a legalkalmasabbnak bizonyult az új világrend létrehozására szolgáló stratégia végrehajtására. Cecil Rhodes a Rothschild ház bőkezű támogatásának köszönhetően hatalmas vagyonra tett szert Dél-Afrika arany és gyémánt bányáinak a megszerzésével. Rhodes és társai inváziót szerveztek a búrok új állama, Transvaal ellen. Dél-Afrikában az ott élő búrok, akik lényegében flamand és holland eredetű telepesek voltak, ezeknek a területeit Anglia katonai rőrvel elfoglalta, mert számos aranybánya, sőt gyémántbánya került a kezükbe. Íme mindjárt az első példa arra, hogy az állam csupán ernyőként szolgál a pénzügyi világelit újfajta üzleti egyességeihez. Ezeket az üzleteket úgy szervezik, hogy az indulási költségeket és a veszteségeket az állam vállalja magára, míg a magánszektor bezsebeli a nyereséget. A következő célba vett ország Németország lett. Hogy miért? 1871-ben a Hohenzollern dinasztiának sikerült a német nyelvű kisebb államokat Poroszországgal egyesítenie. Ezáltal létrejött egy olyan erős, dinamikusan fejlődő német állam, amely ráadásul
nem a pénzkapitalizmus rendszerét fejlesztette ki, hanem az érték előállító termelő gazdaságra fektette a hangsúlyt. Az angolok gazdaságilag az érdekeiket látták veszélyeztetve, és ez reális érdekveszély volt. Emiatt állnak az angolok a francia szabadkőműves kormány mellett, mert Angliában is komoly szabadkőművesség van, de ott mindig a királyi ház egyik hercege a nagymester. Olyan dinamikusan fejlődött a kibontakozó tudományos-technikai forradalomon belül, hogy nem tudott vele konkurálni az a brit világbirodalomból nagyra, mint egy inkubátorban nagyra növekedett pénzoligarja, amely jelenleg ma a világ első számú főhatalma, ma is, hogy úgy döntöttek, hogy ezt a konkurenst, ezt ki kell kapcsolni, mert nem tudják csak háborúval legyőzni. Németországot megsemmisítik, nem legyőzik, megsemmisítik. Eltüntetik, mint konkurenst. És természetesen a másik potenciális nagy ellenfelet, Oroszországot is ki kellett kapcsolni, amely egy óriási hatalommal nőtte ki magát, egyrészt a területe nagyságánál fogva, a népességének a nagyság, és rendkívül gyorsan iparosodott. Ugyanakkor a Anglia borzasztó erős volt, a világ műhelyének nevezték, mert a legnagyobb ipar ott dübörgött akkor még, aztán az Egyesült Államok majd később legyőzi Angliát. Francia köztársaság vezetőinek be kellett látniuk azt, hogy Angliától már régen lemaradtak az ipari forradalom területén, és ha így megy tovább, az 1870-es évek utáni évtizedekben, akkor Németország után is a franciák erősen lemaradnak. Az Elzász-Lotaringia visszaszerzésében érdekelt párizsi revansista politikusok már számításba vették a háború kitörését. 7. Edward és a londoni titkos elit támogatta ezt a francia revansista csoportot és vezetőjét, Delcassé francia külügyminisztert. Delcassé úgy érezte, hogy Franciaországnak érdekében áll a brit birodalommal és az orosz birodalommal is a szoros együttműködés. A francia parlament azonban elutasította a szélsőségesen revansista Delcassé háborús szándékait, és lemondásra kényszerítette. Ebből a londoni államok feletti titkos elit kormánya, a Roundtable, azt a következtetés vonta le, hogyha teljesen biztos akar lenni Franciaország részvételében a Németország elleni háborúban, akkor olyan francia politikusokat kell kormányzati pozícióba segíteni, akik teljes mértékben megbízhatóak. 1904. április 8-án Anglia és Franciaország szövetségre lépett, és létrehozták az Antantot. 7. Edwardnak az ötlete volt, és ezt ő valósította meg. 1890-es évek első felében több tárgyalás után létrejött a francia-orosz szövetség. Ugye milyen érdekes, a francia szabadkőműves liberálisok az egyébként kritizált, valóban nem kimondottan demokratikus cári ochranás rendszerrel, milyen érdekes, az érdekeik úgy kívánják, kezet fognak, de ennél többet is csináltak a franciák. Az angol-orosz egyezményt is megkötötték, amellyel a szövetség három főre bővül. A dinamikusan fejlődő Németországra a megfékezésére kidolgoztak egy tervet, hogy az ősi rivális Franciaország nyugatról támadja meg Németországot, és a riválissá növekedett Oroszország az szintén csatlakozik. Szerintem a legfontosabb kérdés, hogy kik is okozták akkor a háborút? Én még úgy tanultam a Szegedi Egyetemen, hogy a gonosz német imperialisták. 1907 után, miután kialakul a két hatalmas katonai tömb,
Az addigi világtörténelem legnagyobb fegyverkezési versenye valósul meg. Oroszországnak az is a bűne volt, hogy nem engedte meg, hogy a pénzrendszerét, tehát például a központi bankját, és egyáltalán az orosz bankrendszert teljes mértékben úgy átvegye ez az államok feletti pénzoligarchia, ahogyan Nagy-Britanniában, ahogy átvette Franciaországban. És ahogy átvette, 100 évi küzdelem után végül 1913-ban az Egyesült Államokba is. Charles August Lindbergh a következőket mondta a Federal Reserve törvényről. Ez a törvény megalapozza a Föld leghatalmasabb vagyonkezelő társaságát. Amikor az amerikai elnök aláírja ezt a törvényt, legalizálja a láthatatlan kormány hatalmát a pénz fölött. Minden idők legnagyobb büntényét követik el ezzel a banki és bankjegy törvénnyel. Woodrow Wilson, demokrata elnök aláírta a Federal Reserve rendszerről szóló törvényt. Ezzel magánkézbe adta az amerikai állam szuverenitásához tartozó pénzkibocsátási jogát és az ellenőrzést a bankrendszer felett. Az Egyesült Államok központi bankjának 76%-a külföldi tulajdonba került. A gazdasági és pénzügyi hatalom néhány New York-i dinasztia kezébe került. Közülük kiemelkedett a Morgan és a Rockefeller ház. Ma már tudjuk azt is, hogy a Rothschild dinasztia kontrollálta mind a Morgan, mind a Rockefeller házat. A New York-i bankárok körében kiemelkedő szerephez jutott Paul Warburg és Jacob Schiff is, akik közvetlenül a Rothschild ház londoni központjának az irányítása alatt álltak. És hogy kapcsolódott Jacob Schiff a Rothschild? Úgyhogy a Bauer családdal a Schiff család lakott egyházba, Frankfurtban, a zsidó negyedben, a házakban nem számok voltak, hanem címerek. És a Rothschildok, a Bauerék laktak abban a házban, ahol egy Rothschild, egy vörös címer volt a házon. A Rothschild család és a Schiff család a lehető legszorosabb kapcsolatban volt, és a Warburgokat is megemlíthetjük, hát hiszen a nagy Warburg családból, ugye a Felix Warburg, az a Jacob Schiff lányát vette feleségül, úgyhogy... A központi bankok segítségével tudták ellenőrzésük alá venni az adott országok pénzügyi és politikai rendszerét is. Ki kell emelni a rendkívül fontos szerepet játszó és nagy történelmi múltat rendelkező nemzetközi szabadkönyvességet, amely nemzetközi szabadkönyvesség kezdettől fogva ennek a pénzuralmi előttnek volt az egyik legfontosabb hálózata, amely mindig az ő irányítása alatt tevékenykedett. Ez egy más dolog, hogy ennek is mindig volt egy soft ága, egy puha, és volt egy kemény. A soft az jótékonysággal foglalkozik, tehát csupa békés, jó szándékkal. A kemény szabadkövesség, amely valójában egy titkos politikai társaság, rendkívül fegyelmezett, mindenhová elérnek a minden döntési helyzetben, ott vannak az emberek. A francia állam belső helyzetét, ha megnézzük, akkor azt kell röviden mondanom, hogy a nagy francia szabadkönyves forradalom, amelyet a kilenc nővér nevű francia szabadkönyves páholyban tömörült, és
A körül lévő értelmiségi holdudvar szellemi tevékenységével kezdődött, aztán átment Jakobinus csőcselékbe, és a világtörténelme addigi legnagyobb vérfolyatása történik, és majd Napóleon zárja le ezt a korszakot. A 19. század második évtizedének a közepétől Franciaország, úgy szoktam fogalmazni, hogy szabadkőműves állam hatalommá, szabadkőműves uralom alatt, hatalom alatt lévő állammá lesz. A szabadkőműves irányzatok évszázados közös célja egy utópikus világállam és világkormány létrehozása. Hirdetik a szabadság, egyenlőség és testvériség megálmodott rendjét. Ezek a páholyok az Adam Weishaupt által kidolgozott 7 célt tűzték maguk elé. Minden fennálló kormányzat megdöntése, a magántulajdon eltörlése, az öröklés megszüntetése, a patriotizmus felszámolása, a vallás megszüntetése, a házasság eltörlése és egy világkormány létrehozása. Noha Mayer Rothschild nem volt szabadkőműves, de pénzügyi birodalmuk biztosítása felépítése érdekében fiai már sorra beléptek a különböző szabadkőműves páholyokba. Marx és Engels egy illuminátus társaság az Igazak Szövetsége megbízásából jelentette meg 1848. februárjában a kommunista kiáltványt. Ebben Adam Weishauptnak, az illuminátus rend megalapítójának a nézeteit frissítik fel, és foglalják össze olvasmányos, tömör változatban. Ebben az időben az első számú központ a szabadkönyvesség világközpontja még Nagy-Britanniában volt, de igen fontos szerepet játszott a francia szabadkönyvesség. Az 1905-ös évben már megalakul az a kormány is, amelynek pontosan ez a célja, hogy az új világrendet bevezette a világ. Ennek a vezetője volt az az Alfred Milner, aki bebizonyította képességeit, mind a hadviselés, mint az állam irányítás, egyáltalán a hatalomnak a mérnöke volt. Ez egy olyan világrendszer azonban, amely ma is képes háborúk sorozatán át érvényesíteni a kabzsi önző magánérdeket. Sokkal helyesebb lenne ezt nem eltitkolni az emberek elől, mert az emberek megérdemlik azt, hogy ilyen fontos kérdésben tájékoztatást kapjanak. A világot irányító világhatalom, ez magánhatalom. Oroszországot rávették arra, hogy hatalmas kölcsönöket vegyen föl, amely kölcsönöket egyrészt azért adták, hogy folytassa intenzíven az orosz hadsereg felfegyverkezését. A franciák csinálják meg a 19. század 80-as, 90-es és a 20. század első másfél évtizedében a világtörténelem valószínűleg első pénzügyi globalizációját. Ugyanis több mint 5 milliárd francia aranyfranknak megfelelő, több részletben Oroszországnak átutalt, kölcsönt adtak a cári birodalomnak. A francia kereskedelmi bankokat és a központi bankot néhány szupergazdag pénzoligarha irányította, köztük a Rothschild ház párizsi ága. A Rothschild érdekeltségek központja Londonban volt, de a legszorosabban együttműködtek egymással az Oroszország számára nyújtott kölcsönügyletek lebonyolításában. Ez nem a muzsikok életszínvonal növelésére, hanem az orosz haderő erősítésére használta a cári rendszer. Ezzel Oroszországot anyagilag, és ha anyagilag oda van kötve, akkor politikailag is Franciaországhoz, a szabadkőműves francia köztársasághoz kötötték. Izvolszky
szabadkönyves volt, és az ő bizalmasa, Szergej Szazonov, aki az ő utóda lett, mint külügyminiszter, az is egy magasrangú szabadkönyves volt, de Izvolszky fizette többek között Raymond Poincaré-nak is a politikai kampányát, hogy ő a francia állam köztársasági elnöke lett. Raymond Poincaré, francia államfő. Az első világháború alatt ő látta el az elnöki tisztséget. 1912-ben nevezték ki miniszterelnöknek, és ezzel egy időben a külügyminiszteri pozíciót is ellátta. Bírálói háborús uszítónak tartották. És ez így is volt. A francia köztársaság kormányainak, miniszterei és miniszterelnökeinek, de túlnyomó többsége valamelyik francia nagy páholyhoz tartozó valamelyik páholynak a tagja. A nagy háború célkitűzései közé tartozott az is, hogy ez az államok feletti hatalom meg akart szabadulni egyrészt a Romanovoktól, másrészt a Hohenzollernektől, és az ottománoktól, vagy oszmánoktól. Célkeresztbe került a Habsburg dinasztia is, annak ellenére, hogy pénzrendszerét már rég a Rothschildok irányították. Az osztrák-magyar monarchia 1867 és 1918 között fennállt különleges államszövetség volt Közép-Európában. Két fele, a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság volt. Ezek a közös uralkodó és a közös ügyként igazgatott külügy, hadügy és pénzügyek által összekapcsolt önálló államok voltak. A monarchia több nemzetiségű állam volt. Nemzetiségei közül az osztrákokon és a magyarokon kívül a fontosabbak a különböző szláv népek. Habsburg első Ferenc József, az osztrák-magyar monarchia első uralkodója, aki 18 évesen az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc alatt vette át a trón. Elődjét, Habsburg első Ferdinándot a bécsi Salomon Rothschild őrültnek nyilvánította, miután a császár aláírta a magyar függetlenségi nyilatkozatot. Ferenc Józsefet az osztrák császárság főhitelezője, Salomon Rothschild nevezte ki. 1867 után a monarchia részét képező Csehország a Magyar Királysághoz hasonló státuszt szeretett volna magának. A cseh vezetőkörök elégedetlenek voltak Bécs nemzetiségi politikájával. Tomás Masaryk, valamint a szabadkőműves páholytag Edvard Beneš a világháború kitörésének kezdetétől a monarchia feldarabolásáért lobbiztak a nyugati országok szabadkőműves vezetőinél. 1913-14-1907 után már megvolt a nagy fegyverkezés Anglia, Franciaország és Oroszország részére, ahogy mondtuk, francia pénzen. Megvolt már az Entente Cordiale három nagyhatalom, Németország és a monarchia ellen. Tehát a francia érdek az volt, hogy minél előbb kirobbantani valamilyen ürüggyel a háborút, ezt akár még titkosszolgálat egy perc alatt, öt perc alatt tud csinálni, és Németországot katonailag legyőzni. A háború előkészítésén teljes kapacitással dolgozott Nikolas Hartwig, aki a belgrádi nagykövet volt. Nikolas Hartwig, orosz diplomata, erős szerbpárti és osztrák ellenes érzelmekkel bíró pánszlávként vett részt a Szerbia, Bulgária, Görögország és Montenegró közötti megállapodásokban.
Arra biztatta a szerb kormányt és a szerb politikusokat, hogy forduljanak szembe az osztrák-magyar monarchiával. Orosz részről jóvá hagyták az osztrák trónörökös elleni merénylet tervét. Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolását egy Szarajevótól Belgrádig, Belgrádtól Szentpétervárig, Szentpétervártól Párizsig és Párizstól Londonig húzódó, jól megszervezett hálózat készítette elő és vezényelte le. Ferenc Ferdinánd trónörökös főherceg személyi védelme a merénylet napján rendkívül lazának bizonyult, és ennek az oka ma is még vitatárgya. A főherceg tervezett útvonalán 6 felfegyverzett merénylő állt készenlétben. Egy elhibázott bombamerénylet után a 20 éves Gavrilo Princip 2 pisztolylövéssel meggyilkolta a gépkocsijában ülő trónörököst és az akkori feltételezések szerint várandós feleségét. A bécsi kormány megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Szerbiával. Ezeket az iratokat elolvassuk, akkor bizony a lábunk fölbe gyökerezik, ugyanis a gyilkosok közül ketten bevallják, hogy ők bizony szabadkülönösek voltak. Kezdetben az európai közvélemény támogatta az osztrák-magyar monarchiát. Elítélték Ferenc Ferdinánd trónörökös durva meggyilkolását. Mindez arra bátorította Leopold von Bertoldot, a monarchia külügyminiszterét, hogy határozott választ adjon a szerb provokációra, és vessen véget az agressziónak. Ausztria a Szerbiától elszenvedett provokációk miatt forrongott, és türelmének a végéhez közeledett. Ekkor már világos volt a londoni elit számára, hogy az osztrák-magyar monarchia lesz az a birodalom, amely felhasználható lesz a nagy háború kirobbantásához. Mivel Londonból is erre biztatták, Bertold az osztrák külügyminiszter kiváló alkalomnak tekintett a szarajevói merényletet arra, hogy Szerbiát megleszkésztessék. Indítványozta az azonnali hadüzenet nélküli háborút, Szerbia azonnali lerohanását. Szembe került azonban gróf Tisza István magyar miniszterelnökkel, aki a megtorlás során a diplomáciai csatornákat kívánta kihasználni. Tisza megakadályozta a hadüzenet nélküli háború indítását. És az is egy nagyon fontos szempont volt, hogy vajon, ha háború indul, akkor a monarchia mellé belép-e szövetségesként Németország. Mert hiszen a háború igazi célja Németország megsemmisítése volt. Ezért mindenáron úgy kellett manőverezni, hogy a németek feltétlenül benne legyenek a háborúba, hogy aztán néhány napon belül a nagy semleges Angliáról is kiderült, hogy elsőnek mozgósított, és a legjobban fel volt készülve a háború. Londonban megássák a vermet a monarchiának, és abban bíztak, hogy ebbe a csapdába a berlini kormány is majd beleesik. Az nagyon fontos volt, hogy miféle választ ad Berchtold, aki ekkor a monarchia külügyminisztere volt, a szerbeknek arra a provokációra, hogy ugye a trónörököst meggyilkolták. Berchtold, osztrák külügyminiszter, 3 hétig halogatta a választ Szerbiának. Egészen addig, míg Raymond Poincaré vissza nem tért Oroszországból Párizsba. Ami Oroszországban történt, az az volt, hogy amíg ott volt Poincaré, tehát a francia kör, addig elintézte, hogy beindult a több milliós orosz hadseregnek a mozgósítása.
előkerültek a történelmi bizonyítékok, hogy a cár küldött egy külön megbízottat második Vilmoshoz, hogy leállítja a mozgósítást. Küldöttét azonban letartóztatták a cár tudta nélkül. Szaszonov pedig arról utasította az orosz hadsereg illetékes tábornokát, hogy folytassák a mozgósítást. 1914. július 25-én délután 3 órakor a szerb kormány elrendelte az általános mozgósítást. Ezt követően a monarchia részéről is sor került a mozgósításra még aznap este 9 órakor. 1914. július 28-án az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Szerbiának. Ultimátumok, hadüzenetek, mozgósítások sora következett. 1914. július 30-án Oroszország nyilvánosan is elrendelte a teljes és általános mozgósítást. Második Vilmos próbált akcióba kezdeni, hogy a cár ezt a mozgósítást állítsa le. És itt van kulcsszerepe annak a Szergej Szazonovnak, magasrangú granorientes szabadkönyves, aki ekkor Oroszország külügyminisztere volt, és akinek egy Végzetes évek című könyvét itt tartom a kezembe, és egyértelműen kiderül, hogy hogy zajlott le a hadüzenet. A Szazonov, aki az igazi utasításokat mindig Londonból kapta, nem a cártól. Ezért nagyon fontos tudni az összefüggéseket. Az ő főnöke az a londoni titkos elő, annak az utasításai, nem a cár utasításait. Ez a Szazonov elutasította a német nagykövetnek, és az kénytelen volt átadni a hadüzenetet, és utána sírva fakadt, ott zokogott az ablakba. 1914. augusztus 1-én Németország hadat üzent Oroszországnak. Augusztus 3-án Németország hadat üzent Franciaországnak. Augusztus 4-én beállt a hadi állapot Nagy-Britannia és Németország között is. Tehát az összes államok közül a legfelkészültebb és napra készen a hadseregét és a haditengerészetét mozgósító hatalom, az maga a brit világbirodalom volt. Augusztus 3-án Törökország szövetséget kötött Németországgal, majd elzárta a Fekete-tengert a Boszporusznál és a Dardanelláknál. Augusztus 5-én a monarchia hadat üzent Oroszországnak. 6-án Szerbia hadat üzent Németországnak. Augusztus 11-én Franciaország hadat üzent az osztrák-magyar monarchiának. Augusztus 12-én Nagy-Britannia hadat üzent a monarchiának. Augusztus 23-án pedig belép a háborúba Japán az Antant oldalán. A több évtizedes európai békét, melyet az utókor boldog békeidők jelzővel illetett, pár hét alatt felváltotta a kontinens nagy részére kiterjedő hadi állapot.
1914-ben robbantották ki a világtörténelem első gépi nagyipari háborúját. Az államok feletti szervezett magánhatalom akarta átvenni a világuralmat, és át is vette, és a mai napig nála van. És ezért még további, tehát az Európában élő őshonos fejfajú népek a legtehetségesebb fiainak, de lányainak is kellett millió számra elpusztulniuk, hogy ez az államok feletti magánhatalom egyszerűen a kapzsiságát ki tudja elégíteni. Dögre kereste magát ez az államok feletti pénzuralmi uzsorás, kapzsi elit. A háború a nyugati fronton az Antant államok területén folyt. Franciaországnak nem volt ereje ahhoz, hogy a keleti fronton is harcoljon, és ezért a területeket hódítani készülő Romániát vette rá az osztrák-magyar monarchia megtámadására, azzal, hogy megkapja egész Erdélyt. Ezt a román támadást azonban a monarchia elsősorban a magyar honvédség, német és bolgár segítséggel sikeresen visszaverte. Oroszország a bolsevik hatalomátvétel után kilépett a háborúból, így Románia elszigetelődött, és kénytelen volt békét kérni. Megadta magát. Területe 1918-ig a központi hatalmak megszállása alá került. A résztvevő országok nem voltak felkészülve ekkora és ennyire elhúzódó háborúra. Így erőforrásaik hamar kifogytak. Világelitnek ez egy olyan óriási üzlet volt, hogy erről nem tudott lemondani, és a háborút már akár 1915-ben be lehetett volna fejezni, de 1916-ban egész biztosan, mert akkor Németország tett egy nagyon komoly békeajánlatot. 1916-ra Anglia már felélte az erőforrásait, és a kilépésről, a háború feladásáról gondolkodott. 1916. december 12-én Németország békeajánlatot tett az Antantnak. Azt javasolták, hogy a status quo ante alapján a háború előtti helyzet kerüljön visszaállításra. Titokban egy német szionista delegáció érkezett Angliába, hogy meggyőzzék az akkori külügyminisztert, Arthur Balfourt, hogy a brit kormány nyilatkozatban támogassa a zsidók palesztinai letelepedését. 1961-ben Benjamin Friedman a washingtoni Willard Hotelben tartott beszédében elmondta, hogy 1916 végén Angliának el kellett volna fogadnia a német békeajánlatot. Within two years, Germany had won that war. Not a shot had been fired on the German soil. Not an enemy soldier had crossed the border into Germany. And yet, here was Germany offering England peace terms. They offered England a negotiated peace on what the lawyers call a status quo ante basis. That means, let's call the war off and let everything be as it was before the war started. The Zionists in Germany, who represented the Zionists from Eastern Europe, went to the British War Cabinet, and I'm going to be brief because this is a long story, but I have all the documents to prove any statement that I make. If anyone here is curious or doesn't believe what I'm saying is at all possible. The Zionists in London went to the British War Cabinet
And they said, look here, you can yet win this war. You don't have to give up. We will guarantee to bring the United States into the war as your ally, to fight with you on your side, if you will promise us Palestine after you win the war. Now, England had as much right to promise Palestine to anybody as the United States would have to promise Japan to Ireland for any reason whatsoever. It's absolutely absurd that Great Britain, that never had any connection or any interest or any right in what is known as Palestine, should offer it as coin of the realm to pay the Zionists for bringing the United States into the war. However, they made that promise in October of 1916. Benjamin Harrison Friedman zsidó származású üzletember, Woodrow Wilson amerikai elnök tanácsadója volt. Zsidó és szionista körökben árulónak számít, mert nyilvánosságra hozta az igazságot a szionista zsidók törekvéseiről, hogy uralmuk alá hajtsák az USA-t, és az első, illetve második világháború előtti, alatti, utáni európai események befolyásolásának tényeit. A 19. század második felében az oroszországi zsidó üldözések nyomán született meg a cionizmus. Az orosz zsidók új hazát kerestek maguknak. Küldöttséget menesztettek Jeruzsálembe, az egykori Júdeába. A zsidók elhatározták, hogy megszerzik ezt a területet, amit már közel 2000 éve arabok, palesztinok laktak. 1895 Edmond James de Rothschild, Mayer Rothschild legkisebb fia, elutazott Palesztinába, és hamarosan az első zsidó kolóniák finanszírozója lett, hogy előkészítse a Rothschildok hosszú távú tervét. Az orosz zsidók nem leszármazottai a Bibliából ismert zsidóságnak. One of them that ever had an ancestor that ever put a toe in the Holy Land, not alone in Old Testament history, but back to time, the beginning of time. Not one of them. Well, they were pagan Khazars who were converted just the same as the Irish. And it's just as ridiculous to call them people of the Holy Land as it would be, there are 54 million Chinese Muslims. 54 million. Imagine if the 54 million Chinese called themselves Arabs. Imagine. Why, you'd say they're lunatics. So they all became what we call today Jews. Now imagine how silly it was for the Christians, for the great Christian countries of the world to say, we are going to use our power, our prestige, to help repatriate God's chosen people to their ancestral homeland, their promised land. Now, could there be a bigger lie than that? Could there be a bigger lie than that? And because they control the newspapers, the magazines, the radio, the television, the book publishing business, they have the ministers in the pulpit, they have the politicians on the soapboxes talking the same language. So naturally, you believe black is white if you heard it often enough. Now, that is one of the great lies that is the foundation of all the misery that has befallen the world. Balfour nyilatkozat a brit kormány által az első világháború alatt 1917-ben kiadott nyilvános dokumentum, amelyben bejelentették a nemzeti zsidó otthon létrehozását Palesztinában. Az amerikai zsidó pénzelit eddig Németország oldalán állt az Oroszországgal szembeni háborúban.
Amikor azonban London megígérte Palesztinát, a németekkel való rokon szemfejébe a német gyűlölet lépett. The United States, which was almost totally pro-German, because the newspapers here were controlled by Jews, the bankers were Jews, all the media of mass communications in this country were controlled by Jews, and they were pro-German because their people, in a majority of cases, came from Germany, and they wanted to see Germany lick the Tsar. The Jews didn't like the Tsar, and they didn't want Russia to win this war. So the German bankers, the German Jews, Kuhn Loew, and the other big banking firms in the United States, refused to finance France or England to the extent of $1. They stood aside and they said, as long as France and England are tied up with Russia, not 1 cent. They went to England and they made this deal. At that time, everything changed, like the traffic light that changes from red to green, where the newspapers had been all pro-German, where they'd been telling the people the difficulties that Germany was having, fighting Great Britain commercially and in other respects. All of a sudden, the Germans were no good. They were villains. They were Huns. They were shooting Red Cross nurses. They were cutting off babies' hands, and they were no good. Well, shortly after that, Mr. Wilson declared war on Germany. The receipt took the form of a letter, and it was worded in very cryptic language so that the world at large wouldn't know what it was all about. And that was called the Balfour Declaration. The Balfour Declaration was merely Great Britain's promise to pay the Zionists what they had agreed upon as a consideration for getting the United States into the war. 1917. április 6-án az USA hadat üzent a központi hatalmaknak, és belépett a háborúba. World War I, in which the United States participated, had absolutely no reason to be our war. We went in there, we were railroaded into it. If I can be vulgar, we were suckered into that war merely so that the Zionists of the world could obtain Palestine. A háború elhúzásának többek között több oka volt, de az egyik oka az volt, hogy lehetőleg elérni a cári rendszer bukását. Már meggyengült belülről a kivérzett cári Oroszország, ahol már jelentkeztek a nagyon komoly ellátási problémák. Könnyű volt fellázítani a lakosságot, és 17. március 15-én a cárt már lemondásra kényszerítik, aki ugyan a testvére számára mondott le, de az csak egy napig viselte, utána ő is lemondott, és utána a cár akkor még eljöhetett volna. 1917. március 16-án II. Miklós cár átadta a hatalmat Lvov herceg kormányának. Ezzel megalakult az első ideiglenes kormány. Ettől a kormánytól pár hónap múlva Kerenszkij demokratikus szocialistái vették át a hatalmat. Kerenszkij a Grand Orient szabadkőművesség fehér, azaz szociáldemokrata irányzatához tartozott. Ő vezette egészen addig az ideiglenes kormányt, amíg azt át nem vették tőle a Grand Orient vörös irányzatát követő bolsevikok, Trockij és Lenin vezetésével. Ennek az államok feletti szervezeti magahatalomnak az egyik megjelenési formája volt a szocializmus, marxizmus persze, de ide lehet sorolni az anarchistákat. Az angol szabadkőművesek feltételeiről Lord Alfred Milner, 33. legmagasabb fokozatú szabadkőműves állapodott meg Kerenszkijjel.
Milner annak a titkos kerekasztaltársaságnak volt a vezetője, amelynek utódszervezetei ma is központi szerepet játszanak a világot háttérből irányító hálózat működtetésében. Milner tárgyalásairól így ír a Macmillan's History of the Times. 1917. januárjában egy szövetséges küldöttség élén Milner Londonból Szentpétervárra utazott. Ekkor széles körben úgy tartották, hogy a februári forradalmat, Kerenski hatalomra juttatását ez idő alatt tervelték ki a brit nagykövetségen. Kerenski valahogy nem volt elég véres kezű. Még ma is sokan azt hiszik, hogy a bolsevikok azért voltak sikeresek, mert az orosz nép melléjük állt. Az a nagy forradalom, amit mi annak idején kénytelenek voltunk ünnepelni, az abból állt, hogy a szabadkönyves Kerenski New Yorkból kapott utasításra, kisétált, és a szabadkönyves Trocki New Yorkból kapott parancsra besétált. Lenin csak később jött. Na ez volt az a nagy forradalom. 1917. november 7-én a bolsevikok Lenin vezetésével fegyveres államcsínyt hajtottak végre. Kitört a nagy októberi szocialista forradalom, az auróra cirkálóról leadott éles vagy nem éles lövésekkel és a téli palota ostromával. Ezt követően polgárháború robbant ki. Lenint is a City of London urai támogatták. Közvetlenül a német Warburg bankház látta el munícióval. Leninnel egy kísérletet folytatott le a szabadkőművesség. Ha sikerül, ez lesz a világállam formula. Ha nem, akkor majd felszámolják. És amikor vége a háborúnak, akkor mi történik? A franciák cserbe hagyják a cárt, jönnek a vérbajos, gyilkos Lenin elvtársék, és még lenne a legjobb közöttük, mert a második vonalban ott van a Dzsugasvili Jóska, a Sztalin elvtárs, meg ott van a Bronstein, vagy hogy hívták, a Trotsky, ezek mind véreskezű gyilkosok. Ugye Trotsky írja az elárult forradalomban, hogy a Vörös Hadseregnek egészen a francia atlanti partokig kellett volna menni, és akkor világkommunizmus lenne, hát nem lett, hála jó Istennek. A polgárháború az első világháborúnál is nagyobb szenvedést okozott. A vörösök és a fehérek küzdelmét szörnyű éhínségek kísérték, melyek következtében a polgárháború végéig 8-10 millióan haltak meg. A bolsevikok Jekatyerinburgba vitték a cári családot, ahol egy Ipatyev nevű gazdag kereskedőnek a villájába szállásolták el. Az a bolsevik őrzőcsapat, amely a cári családot őrizte, és amelynek a vezetője volt Jurovszky, ez a Jurovszky megkérdezte telefonon Sverdlovot, amikor parancsot kapott, hogy neki ki kell végezni a cárt, hogy a cárt kell kivégeznie, vagy az egész cári családot. Sverdlov ezt nem, ahogy eddig oktatják, Lenintől kérdezte meg, hanem a New Yorkban működő nagy bankártól, Jacob Schifftől kérte meg, hogy mi legyen a cári család sorsa. És Jacob Schiff válaszolt, hogy az egész családot kell kivégezni. Na hát én ezt honnan tudom? Hát én ezt onnan tudom, hogy van egy Jüri Lina nevű észt tudós, és erre vonatkozóan összeszedte az elérhető dokumentációkat. Le lehet ellenőrizni.
És ez azért nagyon fontos, mert ezt a mai napig elhallgatják. Mert ugyanis az nem mindegy, hogy a cári családdal az államok feletti szervezett pénzhatalomnak egy olyan kulcsembere, mint Jakob Schiff adta a parancsot. A kérdés az, hogy miért? Miért ők? Hát azért, mert ugyanis a cár az nem csak egy világbirodalomnak volt az első számú politikai vezetője, de mint magánember is egy dúsgazdag ember volt. A Jakob Schiff azt akarta, hogy ne legyen utód, aki ezt a pénzt követelhetné. Valójában a cár magánvagyona az ma is maradt a londoni és a párizsi bankoknál, ahova annak idején még a cár elhelyezte. 1918. A háború véget ért. A francia forradalom 100. évfordulóján fogalmazták meg azt a célt, hogy Európában szűnjenek meg a királyságok, és legyenek helyettük köztársaságok, ezek pedig fokozatosan egyesüljenek, és jöjjön létre egy egyesült európai köztársaság, amely pedig egy univerzális szabadkőműves világköztársaságnak lenne a tagja. A történelmi Magyarország szempontjából sorsdöntőnek bizonyult a Nemzetközi Szabadkőműves Vezetőség 3 tanácskozása 1917-ben Párizsban. A szabadkőművesség legfőbb vezetői nem a szokásos szabadkőműves témákról folytattak eszmecserét, hanem a világháború befejezésének körülményeiről és a háború utáni új európai határokról. Elzász Lotaringia visszacsatolását Franciaországhoz, a független Lengyelország helyreállítását és egy teljesen új állam, Csehszlovákia létrehozását. Az 1000 éves Magyar Királyság feldarabolására vonatkozó előzetes döntéseket is 1917-ben hozták meg. A titkos kormány szabad kezet adott a Nemzetközi Szabadkőművesség párizsi központjainak Ausztria-Magyarország felbomlasztására és Magyarország megcsonkítására minden érvényes nemzetközi jogelv és erkölcsi szabály félretételével. A Szabadkőművesség vezérkara kijelölte az egyes államok jövőbeni határait. Megállapodtak a győzteseknek juttatott területekről és jóvátételi összegekről. Megvitatták a tervezett népszövetség létrehozását is. Az 1917. június végén megtartott szabadkőműves kongresszuson a másik legfontosabb döntés a népszövetség létrehozása volt. Kikötötték azonban, hogy csak olyan államok lehetnek a népszövetség tagjai, amelynek élén szabadkőműves kormányok állnak. Befejezésének körülményeiről és a háború utáni új európai határokról. Álljunk csak meg egy pillanatra. Hogy is van ez? A harctereken még folyik a háború. Egymást ölik a nemzetek fiai. Milliók halnak meg. Ezek a titkos urak meg, akik senkitől nem kaptak felhatalmazást. Zárt ajtók mögött arról tárgyalnak, hogy majd hol húzódnak az európai államok új határai? Ki lesz a győztes, ki lesz a vesztes? Ki kérte őket erre? Ha meg ilyen egyszerű, akkor minek a háború? 1918. október 4-én Németország és az osztrák-magyar monarchia Wilson amerikai elnök 14 pontos feltételei alapján egyezett bele a fegyverszünetbe. A központi hatalmak fegyveres erői azonban nem kapituláltak, hanem fegyverszüneti egyezmények alapján
fegyverrel a kezükben tértek vissza országaikba, hiszen valamennyien ellenséges földön csatáztak. 1918. november 11-én, kevéssel reggel 5 óra után a német, brit és francia küldöttségek tagjai egy vasúti étkezőkocsiban gyűltek össze Párizstól északra, és aláírtak egy fegyverszüneti egyezményt, amely kijelölte a világháború végét. Az antanterők főparancsnoka Ferdinand Foch, francia marsal, elutasította a harcok azonnali beszüntetésére irányuló német kérelmeket, és kijelentette, hogy a fegyverek délelőtt 11 órakor fognak elcsendesedni. Részben azért, hogy legyen idő arra, hogy a fegyverszünet híre elérjen mindenkit a fronton. Ott volt emellett a szimbolikus indok, hogy a 11. hónap 11. napjának 11. óráján legyen vége. A törekvés, hogy költői szimmetriát vigyenek egy korántsem költői háború végébe, borzalmas következményekkel járt. A világháború utolsó napjának végső óráiban többen haltak meg, mint a II. Világháború egyik legvéresebb csatájában, a normandiai partraszállás során. Az utolsó napon közel 3000 elhunyt és majdnem 10000 sérült katona értelmetlen veszteségei voltak a nagy háborúnak. A londoni államok feletti elit ajánlatára az Antant vezetőkörei először egy több nemzetiségű konföderációt akartak létrehozni a Habsburg monarchiából. A brit külügyminisztérium számára Thomas Masaryk dolgozta ki az osztrák-magyar monarchia felosztására vonatkozó konkrét terveket. Thomas Masaryk ekkor már nem egy cseh független államot akart, hanem valójában egy cseh birodalom létrehozása volt a célja. Morvaországgal, Sziléziával és a Magyar Királyság felvidéki és kárpátaljai területeivel. Masaryk eredeti tervei szerint Magyarország északi részét a Balatonig a cseheknek, a Balatontól délre pedig a szerbeknek szánta. A párizsi szabadkönyves központokban a Magyar Királyság területeit használták fel arra, hogy az utódállamokat az Antantnak tett szolgálataikért kifizessék. Ehhez arra volt szükség, hogy Magyarország gyenge legyen, hogy ne legyen ereje a tőle elrabolt területek visszaszerzésére. Az Antant Csehországot, a cseh szabadkönyveseket, a románokat, a délszámokat Magyarország területeivel fizette ki, és igyekezett úgy ezt megtenni, hogy egyetlen egy olyan szomszédos ország se legyen, amely ne kapott volna magyar területeket, vagyis közösséget alkossanak abba, hogy magyar ellenesnek vagy magyar gyűlölőnek kell lenniük, hogyha a magyarok korrekciót követelnek erre az egyértelműen tragikus döntésre. Az első világháborút Amerika hadbaszállása döntötte el. Woodrow Wilson elnök egy általános érvényű programmal állt elő. Wilson maga nem volt szabadkőműves, de tanácsadóinak többsége az volt. 1918. január 8-án fogalmazta meg híressé vált 14 pontját, amelyet megküldött az amerikai törvényhozásnak is. Wilson elnök 14 pontjának talán legfontosabb tétele a nemzeti önrendelkezés biztosítása volt. Ezt az elvet a nemzetközi szabadkőművesség is hirdette, de soha nem vette komolyan.
Wilson elnök 1918. februárjában még úgy fogalmaz, hogy olyan világrendet kíván teremteni, amelyben a jog és az igazság érvényesül, nem pedig az önzés. A tárgyalásokon minden nemzetnek részt kell vennie, és területi rendezéseket csak az érintett lakosság bevonásával lehet végrehajtani. A befolyásolható természetű és magánügyei miatt zsarolható amerikai elnöknek azonban azt sem sikerült elérnie, hogy indítványa nyomjon valamit alattban. Masaryk 1918. október 18-án felkereste Wilson elnököt, és rávette, hogy a Magyarországgal kötött megegyezést egyoldalúan mondja fel. Masaryk még azt is elérte, hogy a wilsoni feltételek helyére az ő általa megfogalmazott feltételek lépjenek. A világtörténelem legképtelenebb története az, amelyikre a Wilson-Masaryk viszony hívja fel a figyelmet. Miért? Mert semmi sem felfoghatatlanabb, mint az, hogy a hatalom nélküli Masaryk győzedelmeskedhessen az első világháborúban hadat viselő országok legerősebbikének az elnökén. A kulisszák előtt szereplő nagy államférfiak urai közül Masarykon kívül csak néhányat ismerünk név szerint. Nevezünk is meg egyet, mégpedig azt, aki Masaryknál is titokzatosabb személyiség. Az amerikai Edward Mandel House-ra hívjuk fel a figyelmet minden korabeli politikus House ezredesére, aki hivatalt sem viselt, de még ezredes sem volt. Mindazonáltal sokan a korszak leghatalmasabb férfiújának tekintik. A korabeli tanulmányozható források alapján sem nehéz megállapítanunk, hogy Thomas Woodrow Wilson, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, igen gyakran rendelte alá saját akaratát az övének. Edward Mantel House ezredes volt a londoni titkos elit teljhatalmú megbízottja Wilson mellett. House elsősorban a hagyományos Európa felszámolása, másodszorban a háború folytatásának a lehetőségei érdekelték. Hisz még azzal is számot vetett, hogy a hagyományos Európát egyetlen békekonferencián nem lehet végérvényesen felszámolni. Gary Dougherty és Jim McGregor történészek írják, Edward Mantel House irányította az elnököt a kül- és a belpolitika minden vonatkozásában. Ő választotta ki kormánya tagjait, ő volt az első számú közvetítő az elnök és a Wall Street között. Wilson megtagadta korábbi álláspontját, és House ezredes utasítására visszavonta azokat. És saját eredeti elképzelését feladva a szabadkőműves kongresszus határozatait hajtotta végre. Wilsont még arra is rá tudták venni, hogy álljon be azok közé, akik a békekonferencián az ő béketeremtő eszményeit megcsúfolják. A békekonferenciát nem azért tartották meg, hogy ott döntsenek, hanem azért, hogy egy már meglévő döntést igazoljanak. Már a békekonferencia megnyitásának ünnepélyes, győzelemittas hangvétele is felfoghatatlan. Az Antant nagyjai nem győzelemmel, hanem fegyverszüneti egyezményekkel fejezik be a háborút. Mindazonáltal a békekonferenciát 1919. januárjában Raymond Poincaré, a francia köztársaság elnöke, annak bejelentésével nyitja meg, hogy a győzelem teljes, és elérkezett az ideje a győzelem minden gyümölcse learatásának. A győzelem nélkül befejezett háborút rövidesen az Antant, Franciaország, Nagy-Británia, Olaszország végső totális győzelmévé keresztelik át,
és le is vonnak ebből minden következtetést. A békekonferencia határozatai kárvalottjainak pedig egyetlen jogot hagynak meg, a megszégyenítő diktátum aláírásának jogát. A franciák számára a béketeremtés idején az a legfontosabb, hogy a Rajnáig elfoglalják Németországot, ami Németország feldarabolását jelentette volna. De a franciák terve nem valósulhat meg. Megtörik Mandelhaus ezredes. Ellenállásán kárpótlásul viszont úgy tehetnek, mintha a románokat ők segítenék a nagy hódításhoz. Az új világrendhez igazodó antantországok Németországot tették felelőssé a világháború kirobbantásáért. És ezzel indokolták a tárgyalások nélküli békediktátumokkal rákényszerített terhek viselését. Now, when the war was ended and the Germans went to Paris, to the Paris Peace Conference in 1919, there were 117 Jews there as a delegation representing the Jews headed by Bernard Baruch. I was there, I ought to know. Now what happened? The Jews at that peace conference, when they were cutting up Germany and parceling out Europe to all these nations that claimed a right to a certain part of European territory, the Jews said, how about Palestine for us? And they produced, for the first time, to the knowledge of Germans, this Balfour Declaration. So the Germans, for the first time, realized, oh, that was the game. That's why the United States came into the war. And the Germans, for the first time, realized that they were defeated. They suffered this terrific reparations that was slapped onto them because the Zionists wanted Palestine. And they were determined to get it at any cost. Now, that brings us up to another very interesting point. When the Germans realized this, they naturally resented it. Up to that time, the Jews had never been better off in any country in the world than they had been in Germany. You had Mr. Rathenau there, who was maybe 100 times as important in industry and finance as Bernard Baruch in this country. You had Mr. Balin, who owned the two big steamship lines, the North German Lloyds and the Hamburg-American line, thank you. You had Mr. Bleichsröder, who was the banker for the Hohenzollern family. You had the Warburgs in Hamburg, who were the big merchant bankers, the biggest in the world. The Jews were doing very well in Germany. No question about that. Now, the Germans felt, well, that was quite a sellout. A párizsi békekonferencia valódi urai el is követnek mindent, hogy Németország erősként maradjon meg. Azt már nem tehetik meg, hogy ne keltsék a példás büntetésének legalább a látszatát. Németországnak hatalmas háborús jóvátételt kell fizetnie. Megfizethetetlent. Valóban megfizethetetlent, és nem is gondolják komolyan, hogy meg fogja fizetni. Németország a háborúért tulajdonképpen azzal fizet, hogy vállalja hagyományai, elsősorban a közjogi hagyományai megtagadását. Amikor a békecsinálók ezt a célt elérték, a német ellenességet Ausztria ellenességgé, majd magyar ellenességgé alakították át. A történelmi Magyar Királyság azonban elvileg egyben maradt és viszonylag nagy területtel rendelkezett. A béketárgyalások központi kérdésévé az vált, hogy miképpen lehet elfogadtatni a világgal, hogy Németországot átmentik a jövő számára,
Az osztrák-magyar monarchiát viszont megsemmisítik. Az új világrend bevezetésére törekvő államok feletti titkos hatalom arra adott utasítást ügynökeinek, Wilsonnak, George Lloydnak, Clemenceau-nak, hogy Magyarországból annyi területet vegyenek el, amit bármire hivatkozva is el tudnak venni. A történelmi, az etnikai és az önrendelkezési elv helyére ez a stratégiai elv került. Történelmi tény, hogy a világháború kirobbantásaira magyar királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920 évi békeszerződés delegációi a világháború kitörésért a magyar királyságot büntették meg a legjobban. Magyarország elveszítette területének több mint 71%-át. Hegyeinek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét. Oda veszett a lakosság 64%-a. A háborút lezáró Párizs környéki békék jelezték, hogy korszakváltás történt a világ történelemben. Az államok feletti világhatalom képessé vált az új világrend bevezetésére. Egy a nemzetközi jogot mellőző, nélkülöző új rendre, melyben már korlátlanul érvényesülhet a háttérhatalom önzése és hazugság kultúrája. A háborúnak még nincs vége. A világháborút kitervelő titkos elit ügynökei létrehozták a Szovjetuniót, szétbomlasztották a török birodalmat, a német és a Habsburg császárságot, és feldarabolták Magyarországot. Végül szabadkőműves és cionista ügynökeik sora került az európai döntéshozók sorába. Egy új világrend kezdődött el. Aki az igazságot szeretné közreadni, azzal a veszéllyel kell, hogy szembenézzen, hogyha még aktív élete van, hogy elveszíti az állását, hogy rámegy a karrierje. Ebbe a legfelsőbb beavatott rétegbe is mindig akadnak olyanok, akik ezért vagy azért nem akarnak úgy meghalni, hogy ne mondják ki az igazságot, és miután eljutnak életük végére, azt mondják, hogy mielőtt elmegyek, elmondom az igazságot, mert utánam az özönvíz. Nem szabad, ami tabu, amit nem szabad kimondani, de én most kimondom, hogy ennek a 2500 éves birodalomnak, amely elsősorban hálózatokkal gyakorolta hatalmat, nos, ez az államok feletti hatalom, ez talmudista. De ha valaki meg akarja érteni a világtörténelmet, akkor a talmud nélkül a világtörténelmet nem lehet megérteni. Mert a Talmudban olyan értékrend van kifejeződve, amely értékrendnek az érvényre juttatásáért folyik a küzdelem a hierarchiák és a hálózatok között.
Most a Talmudnak csak az alaptételét mondom el, hogy van egy kiválasztott nép, és minden egyéb nép hivatása a kiválasztott nép szolgálata. Ő úgy tartja, hogy az ő Istene az egész világot adta, mint ígéret földjét neki, és ez az egész, és az ígéret földje nem Palesztina, vagy nem egy-egy ország. Az ígéret földje ez a mi bolygón. Ez az európai civilizáció került végveszélybe azzal, hogy ez az államok feletti hatalom előkészítette, megszervezte és beindította Európa ellen tulajdonképpen azt a migráns inváziót, amelyben immáron az iszlám kultúra harmadszor próbálja Európát meghódítani. Napjainkban egész Európa Trianonja zajlik. Ugyanaz a hatalom, amely megteremtette Magyarország számára a trianoni békediktátumot, ma a tömeges migráns invázió támogatásával egész Európa Trianonját készíti elő. Amit mi európaiak a 21. század elején menekült válságként élünk át, az nem más, mint az 1914-ben megkezdett nagy háború folytatása. Az Európába özönlő migránsok többsége az iszlám követője. A radikális iszlám tagjai sikeresen gyűrik maguk alá Európa őshonos népeit, nemzetállamait. A nagy háborút kirobbantó államok feletti hatalmi elit szövetségre lépett az iszlámmal, és szabadkőműves hálózatai útján segíti kontinensünk meghódításában. A nemzetközi szabadkőművességnek vezető szerepe van abban, hogy megbénítsa az őshonos európaiak ellenállását. Az államok feletti titkos elit azt a téveszmét erőlteti, hogy lehetséges az Európába özönlő milliók integráció és asszimilációja. A migránsokkal érkező radikális muszlimok nyíltan hirdetik, hogy nem azért jöttek Európába, hogy integrálódjanak, hanem azért, hogy Európát iszlamizálják. Ha tömegük eléri a kritikus nagyságot, akkor áteszik a hatalmat Európában. Azoknak, akik kevert fajú népességet és egymástól gyökeresen eltérő kultúrákat akarnak Európára ráerőszakolni, tudomásul kell venni, hogy sok ország jól működik egy mindenki által elfogadott domináns kultúrával. Volt egy migráns invázió. Aztán a migráns inváziót követte egy klímahisztéria. Aztán a klímahisztériát követte egy olyan vírusjárvány, amelyből ezúttal világjárvány lett. Ha világjárványok vannak, akkor már világszinten kikényszeríthető, hogy mindenki kötelezően be legyen oltva, és ez ellen semmilyen lehetősége ne legyen kitérni. Nem lehet azt mondani, hogy ez a koronavírus világjárvány, amiről egyébként bizonyítani lehet. Már én is tudom bizonyítani, pedig én ennek nem vagyok a szakembere, de rászálltam már eddig 3 hónapot, hogy ennek a vírusnak a kitenyésztése Kanadába és Amerikába történt, és részben Kínába, a kínaiak főleg ellopták, de részben megszerezték, úgy, ahogy tudták. Akkor el lehet érni azt, hogy megvalósul az emberiségnek a totális ellenőrzése, de megvalósul az emberiség tervszerű lecsökkentése. Mert ugyanis az injekciókkal azt lehet bevinni milliókba és százmilliókba, amit akarnak. Tehát egy rendkívül aljas kampány folyik immáron az egész emberiség ellen. Figyelemre méltó, amit erről Barbara Lerner Spektre mondott. Az amerikai születésű Spektre
aki előzőleg Izraelben élt férjével, 2017 óta egy államilag finanszírozott intézetet vezet Svédországban, amelynek a multikulturalizmus elősegítése, valamint Európa kevertfajúvá és vegyes kultúrájúvá tétele a fő feladata. Spektre az Európában élő zsidósággal szembeni kritikus jelenségek okaként nem az Izrael gyűlölő muszlim előítéleteknek tulajdonítja. A negatív beállítódás oka az a vezető szerep szerinte, amelyet a zsidók vállaltak a multikulturalizmus elterjesztésében. There's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive. A túlnépesedéssel az a baj, és a fehér embernek azért nem szabad szaporodnia, mert egy fehér csecsemő, mondjuk német csecsemő, vagy legyen francia, vagy spanyol, vagy olasz, vagy magyar, mindegy, az mennyivel szennyezi, hogy az milyen klímalábnyomot hagy, akkor miért nem számolja ki ugyanez az államok feletti hatalom, hogy a fegyverkezés mekkora klímalábnyomot hagy. NATO, amelyben ez az államok feletti hatalom, és annak az egyik nagyhatalmú alrendszere, amit Eisenhower elnök katonai ipari komplexumnak nevezett. Ez a katonai ipari komplexum olyan óriási ipart működtet, amelynek az áruit, ha nincs háború, nem lehet eladni. A fegyverkezés, amely elviszi az emberiség legértékesebb szellemi teljesítményét, legértékesebb munkaerejét és a legértékesebb nyersanyagait. Amit nekünk magyaroknak Trianon jelent, az ma folyamatban van az egész emberiség ellen. Zenél, ma is éppen úgy, mint régen,
újra él. Feketén-fehér sok billentyű mesél, zene száll a néma ében. Hallott, hogy hozzád szól egy másik századból. Hallott, hogy téged hív, megéri felrepít az égig. Hallott, hogy hozzád szól egy furcsa álomból. Érzed, hogy köztünk él. Szárnyán száll a útra kélt, szívéből minden dallam úgy üzent, hogy lapokra írva ránk hagyott zenét, hadd, hogy még ezerszer hallgatom.